Szeretettel köszöntjük a Hit Rádió világnézet adásának hallgatói Varga Zoltán műsorvezető vagyok, és Jó Borodé szerkesztő nevében is köszöntöm a rádió hallgatókat, a YouTube csatornánk nézőit. És a témánk India lesz, és itt ő velem a stúdióban Háda Béla Nemzeti Közszolgálta Egyetem Joe Lokács Intézetének kutatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát azt lehet mondani, talán míg a, a, az európai fotelekből a fociért izgultak, vagy izgulunk, addig Indiában klasszikusan a krokett, krikett, lehet, hogy ebbid idő előtt állunk, de kriketti rizgulunk, és hát egy ilyen valamilyen, ahogy így gyorsan belenéztem a helyi sajtóban, ami fölényes győzelemmel Afganisztán fölött győzött éppen az aktuális bajnokságban, de nyilván nem a krikett lesz a fő beszélgetési témánk, de ide a sajátosságai azok viszont igen, ha most egy gyorsan kellene egy, egy kortünetet, egy korképet festenünk a nagyhatalmak világáról, akkor hogy, hova lehet rakni ezen a tengelyen Indiát? Mit mondana összefoglaló jelleggel? Hát én összefoglaló jelleggel sajnos nem tudnám egyértelműen besorolni Indiát, ugyanis Ahány szempontot veszünk figyelembe, India pozíciója annyi ö, szempont szerint lesz radikál. Ez komás. azért is van, mert flexibilis India ilyen szempontból. Flexibilis, teh. és meg egy hallatlanul szélsőséges ö, jelenségek világa, amely India politikai pozícióiban is sok tekintetben megfigyelhető. Tehát például azt mondom, hogy a legnagyobb munkaerőpiacsal rendelkező állam a világon. Már gyakorlatilag 20 év a legnagyobb létszámú fiatal munkaerővel rendelkezel. Ma már a legnagyobb lélekszámú állam. Igen. Ezt... És demográfiai dinamikája mindenjel szerint számottevően meg fogja előzni Kínáit az előttünk álló évtizedekben is. Tehát valahol a évszázadunk végére a demográfusok olyan két milliárd környékére tippelték Indiának a lehetséges népességet. A kína népessége már csökken. Atomhatalom ugyan, de de kicsi az atomhatalmak között. Tehát a nukleáris fegyverzete az kisebb, mint Franciaországia a bevethető nukleáris fegyverzete. De ez egy hiteles nukleáris arzenál, dél-ázsiai relációban különösen, tehát jól bevethető, túlélőképes és képes belőni a környezetét vele, beleértve Kína területét is. Katonai hatalom a világ második legnagyobb hadseregét birtokolja, hogyha a tartalékokat, az azonnal mozgósítható tartalékokat veszünk figyelembe, akkor ez a hadsereg létszámában mindenképpen eléri a kínai népköztársaság haderejét, akár meg is haladhatja. De például a hadsereg technikai színvonala az kifejez, egyes fegyvernemeket illetően kifejezetten fejletlen. Uh -huh. Tehát Kína ebben az esetben megelőzi őt, sőt, Indiánál jóval kisebb államok, szerényebb katonai ö, realitások, a katonai kilátásokkal rendelkező államok is ö, megelőzik. Jelentős gazdaságú állam. A világon, hát GDP paritáson számítva, a harmadik legnagyobb GDP az övé. Bocsánat, a vásárlóerő paritáson számolvált, ugye egy más vonatkozásban reál értéken kb. az 5.-6. helyen van, de hogyha a fejlődési kilátásait nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy nagyjából az előttünk álló 1-2 évtizedben, jó eséllyel, reál értéken is szépen följön a második, harmadik helyre. Igen. Vannak olyan nagyon optimista nézetek, amik arról szólnak, hogy India gazdasági teljesítmény az Amerikai Egyesült Államokét is el fogja érni ebben az évszázadban. Természetesen hallatlan a szélsőségek világa, mint mondtam. Ugye jelen van a tradicionalitás, jelen van a nagyfokú nyomor, a társadalmi kirekesztődés, a rendkívül ódivató társadalmi hagyományoknak a létezése, a high-tech világgal párhuzamosan. Tehát egy rendkívül fejlett, bizonyos szegmenseiben rendkívül fejlett gazdasággal együtt, és a fejlődésnek, a haladásnak a haladlan igényével együtt, ami az indiai emberek életét is átszövi. Nagy hatalom diplomáciai értelemben, de, de nem rendelkezik olyan szövetségesekkel, amelyek például a NATO szövetségén belül megfigyelhetőek nem köteleződik el katonai értelemben, és ennek megfelelően eléggé kérdéses, hogy mondjuk esetleges konfliktusok alkalmával kik állnának ki mellette, és kik nem. Tehát ilyen vonatkozásban a kollektív biztonsági intézményektől távol tartja magát. Pár olyan dolgot felsorolt, amiből én egy picit próbálom itt a sorok között értelmezni, hogy nem akar, tehát van egy tudatos olyan politikai, diplomáciai, gazdasági, ö, ö, policie iránymutatása, vagy akár a, a nacionalizmusokból fakadóan egyfajta befelé fordulása, hogy nem akar erős szövetségeseket India, vagy, vagy pedig valami miatt így alakult ki ez a helyzet, hogy tehát ez egy esetlegesen alakult így ki. Hogy látja az ezt? indiai stratégiai kultúra az egy olyan valami, ami nagyjából a függetlenné választók kezdve mutat bizonyos állandó elemeket, és az indiai kormányok független attól, hogy jobboldali bal vagy baloldali kormányok voltak, ugye ennek a stratégiai vonalvezetésnek többé-kevésbé megfelelően próbáltak politizálni, és intézték uh -huh. az országkülés biztonság politikáját. Ugye ez a stratégiai kultúra, ez végeredményben Indiának a minél nagyobb mértékű szuverenitását és önerőre támaszkodását célozza meg. Tehát az indiaiak egy olyan hatalmi centrumként tekintenek önmagukra, amely képes a saját lábán megállni, és minden vonatkozásban önálló, a nemzeti érdeket vitán felül szem előtt tartó kül- biztonságpolitikát folytat tehát nem vívja meg mások harcait helyettük. Tehát, uh -huh. hogy ők is mondani szokták, hogy a stratégiai autonómia az egy nagyon fontos követelmény. Erre egyébként meg is lenne ön megítélése szerint a erőforrás szerinti potenciáljaik és az ideológiai potenciájuk is? Ami az erőforrásokat illetően azt gondolom, hogy India rendelkezik mindazzal, ami ahhoz kell, hogy a területét megvédje bárkitől, akár Kínától is. Az ideológiai vetületet illetően pedig azt tudjuk mondani, hogy az indiai kormányzatot jelenleg meghatározó hindu nacionalista ideológia végeredményben úgy tekint Indiára, mint egy az ősidők óta, az ókor óta egyedülálló civilizációs centrumra az emberiség fejlődés történetében, amely mindig különálló volt és mindig valamennyire különálló lesz, és mindig összekötődik mindazzal, amit az indiai gondolkodásmód, az indiai vallási élet, az indiai életmód és történelem jelentett, és és ez nem behelyettesíthető mással. Tehát ilyen vonatkozásban az indiaiáknak van egy saját ideológiájuk, egy saját létfelfogásuk, ami ugyanakkor nem helyezhető ki külföldre, hiszen ez az indiai élete az indiaisággal kötődik össze. Nem egy hódító jellegű, hogyha úgy tetsz, nem egy <coughs> hódító jellegű <coughs> eszmeiség, mert mások számára igazából ez nem sokat jelenthet. Az erőforrások tekintetében úgy érzékeltem, inkább a védelmi oldalról közelítettem meg, de mondjuk, hogyha gazdasági erőforrásokat vizsgálunk, tehát nyersanyagok, alapanyagok, önellátásra alkalmas-e ilyen értelemben India? Ilyen értelemben nem teljes mértékben. Tehát azt kell látni, hogy India nagyon fontos nyersanyagokból végeredményben importra szorul. Ugye itt általában az energiahordozókat szoktuk megnevezni, ugye India kőolaj cseppfolyósított földgáz tekintetében importra szorul. Hát a kőszénnel az a helyzet, hogy az utóbbi két évben nagyon felfuttatták, lévén igen olcsó volt Oroszországból beszerezni, de hát eredetileg az indiai elképzelés az, hogy a kőszén felhasználását, ami energia mixünkben fokozatosan visszaszorítanánk. Ez most kérdésessé vált, mert jelenleg ez számukra viszonylag olcsón megoldható. Jelentős kőszénkészletekkel rendelkezik, de kőszénet is importál például. Ugyanakkor nagyon komoly export potenciája is van, tehát bizonyos élelmiszer alapanyagokban az egész régióba exportál India. Bizonyos gyógyászati és vakcinák, gyógyszerek vonatkozásban szintén világ viszonylatban is jelentős exportőr. Tehát ez a gazdasági produktum ez rendkívül összetett, és kidomborítja azt a nagyon sajátos és nagyon fontos vonást, hogy India azért egy nagyon szoros része a világgazdaságnak. India számára ilyen értelemben a globalizáció visszafordulása, vagy a globalizáció negligálása nem egy kedvező vagy vonzó jelenség, hiszen ő egyért, ez egyik egyértelmű nyertese volt ennek a globalizációs folyamatnak a kínai népköztársaság mellett. És éppen ezért az indiai magatartás is más, ugye bizonyos globális vitákat vagy konfliktusokat illetően. Ugye India folyamatosan hangoztatja, hogy az Egyesült Államokkal egyetért a szabályalapú nemzetközi rend föntartásában a zavartalan kereskedelem, föntartásában a szabad kereskedelem bizonyos szabályainak érvényesülésében és mindenféleképpen a viták békés rendezésében ami lehetővé teszi azt, hogy az eddig elért közös vívmányokat megőrizzük. Ugye ebben van egy nagyon erőteljes, szoros indiai ö, gazdasági érdek, és ezzel párhuzamosan a társadalmi érdek is. Ezt ne feledkezzünk meg azért arról, hogy India bár hallatlanul gyorsan fejlődő gazdaság, azért népességének egészét munka megfelelő munka lehetőségekkel nem igen tudja ellátni. Tehát a munkanélküliség Indiában hallatlanul fontos társadalmi probléma. És például a munkaerő export is nagyon komolyan megfigyelhető az indiai társadalomban. Nagyon komoly indiai tömegek vándorolnak ki Indiából, főként az Öböl-térségbe, illetve Dél-Kelet-Ázsiába, esetleg Európába, gazdagabb országokból munkát vállalni, és hazautalásaikkal egyrészt segítik az indiai gazdaságot. Másrészt pedig hát kifejezik azt a problémát, hogy India tulajdonképpen érdekelt a munkaerő mozgásának fennmaradásában, érdekelt a tőke mozgás fennmaradásában, uh -huh. érdekelt a minél szélesebb körű kereskedelmi lehetőségek megőrzésében mert hát 10 millió munkahelyet kéne nagyjából évente teremteni, és ezt nélkül sem nagyon tudják megfelelő színvonalon megoldani. Úgyhogy, úgyhogy, az indiai viszonyulás ebben a tekintetben szintén egy más arcát mutatja, itt a nyitottság az, amiben India inkább állást foglal. A, ennek a nagy-nagy keresztmetszetnek a tükrében, amit sikerült talán most India kapcsán kapnunk, mennyire lehet azt lehet mondani, hogy aktuál politikai kérdés módi vagy a módi mögött álló adminisztrációt érintő választási kérdések, illetve a választási kérdések kapcsán akár a folytatás kérdése. Tehát hogy értékeli ön azt a fajta politikai folyamatot, amit egyébként módi képviselt eddig, és várhatóan képviselni fog? Hát ez nagyon attól függ, hogy kit kérdezünk, ugyanis nagyon rabszódikus vélemények övezik India elmúlt tíz éves politikai -kívülről? életét. Kívülről? Kívülről is, belülről is. Uh -huh. Tehát az indiai politikai közösség azt érdemes tudni, egy hallatlanul fragmentált valami. Uh -huh. Tehát India sokszínűsége nem egy toposz vagy egy lózunk, hanem egy mindennapi realitás. És ez a politikai és ez bizony a politikai is életben is nagyon komolyan nyomot hagy, ugye, amikor azt mondjuk, hogy megnyerte Narendra Modi a választásokat, akkor azt kell mondanunk, hogy az a pártszövetség nyerte meg, amelynek ő a miniszterelnök jelöltje, és amelyben az ő párt a meghatározó hangadó párt, mm. a, párat, a Janata, az indiai néppárt. Ha azt mondjuk, hogy feljött az ellenzék az elmúlt választások alkalmával, akkor azt kell hozzátennünk, hogy az ellenzéki pártszövetség, az india szövetség jött fel, amelynek a hagyományos mindenki által, vagy sokak által jól ismert indiai nemzeti kongresszus a vezető ereje, de nem az egyetlen ereje, rengeteg regionális és etnikai pártá mellett, amely helyi szinten indiai szövetségi állam, 28 szövetségi államból tevődik össze a federáció, tehát helyi szinten nagyon komoly politikai tényezőt képviselnek, és ez a szövetség együttesen erősödött meg. A Nemzeti Kongresszus is sok, válasz, sok plusz mandátumot nyert, de a szövetségesei is ebben nagyon komolyan közrejátszottak. Ha azt mondom, hogy folyamatosság vagy változás, ugye, mint mondottam, Indiában a kül- és biztonságpolitikai törekvések azok többnyire konstans elemeket tartalmaznak. Tehát a baloldali kormányzatok idején, a 2010-es évek baloldali kormánya idején és India tulajdonképpen hasonló magatartást követett, mint manapság. Sokféle szervezetnek lett tagja ahol együtt lehet működni valakikkel valamilyen alapon, kölcsönös érdekek, kölcsönös haszon alapján, de túlságosan szoros elköteleződés, senki felé nem vállalt, védelmi szövetségbe nem volt hajlandó belépni, nagy hatalmakkal két oldalú alapon kapcsolatokat épített az Amerikai Egyesült Államokkal. Nagyon szoros kapcsolatok lettek például, de ez sem jutott el a katonai koalícióig, az önállóságot, az önerőre támaszkodást, az indiai gazdasági fejlődés szükségleteit. Nagyon komolyan szem előtt tartotta mindenki, ez Narendra módi is igazává. Ugye Módi úgy indult, hogy úgy látszott, hogy a dél-ázsiai államokat próbálja valami egységfrontba tömöríteni, voltak neki ilyen gesztusai, például a beiktatására meghívta az összes dél-ázsiai állam vezetőjét, de aztán a később évben felülkerekedtek az indiai egyedi nagyhatalmi törekvések, és, és, ez a vonal elhalni látszott. Amiben nagyon fontos tétje volt az indiai választásoknak, az az indiai belpolitika alakulása és az indiai nemzetépítés jövője. Ugye amikor azt mondom, hogy nagyon függ attól ez a kérdés, hogy kit kérdezünk meg, akkor, akkor kicsit a nemzetépítéshez való viszony is Valamennyire predestinálja a véleményeket. Ugye a hindu nacionalistákról azt kell tudni, a jelenleg kormányzó indiai pártszövetségről, hogy ők alapvetően másként képzelik el az indiai társadalmat és az indiai nemzetet, mint az indiai baloldal. A hagyományos bal középértékeket és az indiai alkotmányosság értékeit megfogalmazó indiai nemzeti kongresszus például. Ugye Indiában az alkotmány által leírt nemzetfelfogás az a területi nacionalizmus elvét. Hmm. Vagy ami azt mondja, hogy mindannyian indiaiak vagyunk, akik itt élünk Indiában és indi állampolgára vagyunk. Semmi más nem számít. A hindu nacionalisták ezt egy kicsit máshogy látják, ők azt mondják, hogy az indiai nemzet elsődleges öröksége a hinduizmus tradíciója. Ez nem csak vallás, hanem egész életmód. Szokásrend, létfelfogás, társadalmi struktúra, minden, ami az ember életét valamilyen szinten meghatározhatja. És az igazi indiai az tulajdonképpen az, aki a hinduizmus tradícióit követi. És a muszlimok, keresztények, ők igazából idegen nyugatról érkezett eszmék és civilizációs idáknak a letéteményesei és örökösei. Akik, akik, ilyen értelemben eltérítették Indiát a hagyományos fejlődési és természetes fejlődési pályáitól. Ugye említettem ennek korábban, hogy ez az indiai eszmeiség, ez nem nagyon ültethető át más népek gondolatvilágára. Ugye ez ebben is megfigyelhető, hogy végső soron, ami máshonnan jött, az a hindu nacionalisták, és különösen a nagyon tradicionalista felfogású hindu nacionalisták, nagyon konzervatívok számára, egyre inkább egy ilyen idegen kulturális szennyeződésként tűnik fel, amitől szépen fokozatosan meg kell majd szabadítani az indiai kultúrát. És indiai társadalmat, és visszatérni arra a fejlődési útra, amit valamikor, hát a 13. század környékén kezdett el India elhagyni, uh -huh. és a betetőzése pedig a gyarmatosítás, a brit gyarmatosítás és a brit politikai intézmények, jogfelfogás, jogi intézmények meghonosítása volt az indiai köztudatban és az indiai közjogi rendszerben. És azt mondják, hogy például az indiai alkotmány és jogrendszer is leginkább ezt az idegen, európai mintájú eszmeiséget követi, ilyen jellegzetességeket mutat, és szépen fokozatosan ettől is azért meg kéne szabadulnunk, hogyha vissza akarunk térni egy olyan fejlődési pályára, ami igazán a miénk. Ugye a választási eredmények azt tükrözik, hogy ez az út azért rögös, és ez nem lesz azért annyira sem. Ugye azt mondtuk, hogy olyan mértékben nyert a hindu nacionalista oldal az ezt megelőző választásokon a 2019-es választásokon, hogy benne van a pakliban, hogy ez a hindu nacionalista irányvonal, ez uralkodóvá válik az indiai belpolitikában, a hindu nacionalista párt tulajdonképpen egy domináns pártá fejlődik, ami azt jelenti, hogy ő az egyedüli kormányképes erőként megjelenő, valami körülöttem, még nagyon sok párt van, de, de ő van itt jelen egyedül kormányképes erőként, és hosszú távra meghatározhatja majd az indiai közjogi rendszer működését, adott esetben az alkotmány módosításával, tehát egy nagyon méreható átalakulással egyetemben. Ma ez a ez a jövőkép távolodni látszik. Ma úgy tűnik, hogy nincsen meg az a egyértelmű társadalmi támogatottság egy ilyen típusú átalakulás hmm. mögött, az indiai társadalom alternatíva iránti igénye nagyon erősen kifejeződött itt a 2024-es választás alkalmával, és lehetséges, mivel jövőben nem látunk csak így fogalmazzunk, lehetséges, hogy vissza fog térni az indiai belpolitikai élet az a két osztatóságot, két polusúsághoz, ami a 90-es és 2000-es 2010-es években inkább meghatározta, 2010-es évek elején, hogy van két egymással versengő politikai oldal, a középbal és a középjobb ennek vezető pártja, és ezek egy kormányzati váltogazdaságban működnek. És ilyen típusú, egyértelmű és radikális rendszer átalakítás Indiában a jövő kérdése lesz, és a jövőbe száműződik. Tehát ilyen vonatkozásban nagyon is reál politikai jelentőséget tulajdoníthatunk az indiai választások eredményei, de nagyon sok a kérdőjel, és nagyon függ attól, kit kérdezünk meg. Te? Én is most föl tudnék tenni egy csomó kérdőjelet, de, 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 de talán egy dolog az, ami izgalmassá teheti nyilván innen, tehát európai. Ö, szemüvegen keresztül, hogy ezt ö, fajta visszanyúlást, hogy ön is mondta, 13. századi ö, gondolkodásmódig, ö, ami, ami azért azt lehet azt mondani, hogy, hogy olyan akadályokba ütközik, már csak így fejben is, ha elmegyek az időben. Azért ezt mégis azt gondolom, hogy fel lehet tenni azt a kérdést, hogy ez, ezt hogy képzelhető el, hogy ez kihat gyakorlatilag az intézményi rendszerekre, kihat az igazságszolgáltatásra, a végrehajtóási rendszerekre, tehát hogy ez, ez mondjuk hasonló példák nyilván vannak más vallási fennhatóságú államok esetében, mondjuk akár az iszlámból lehetne hozni példákat erre, ezt így kell elképzelni esetleg India esetében is, hogyha ez meg tudna valósulni. Én értem, hogy valószínű, hogy nem, tehát inkább ott marad valahol középen, de hogyha egyébként ez a fajta vízió meg akarna valósulni, akkor ez ennyire mélyrehatóan el tud menni? Próbálkoztak vele és próbálkoznak vele. Ugye ami nagyon fontos, hogy nyilvánvalóan a múlt nem rekonstruálható, és az indiai múlt kutya nagyon mély, és nagyon, nagyon sokrétű, hiszen Indiát sokáig nem egy egységes államként, hanem civilizációs térségként kellett mm, fölfognunk, mm. államok közösségeként, kisebb, nagyobb fejedelemségek rendszereként. És hát igazából még csak nem is a 13. században, még a Gupta birodalomra szoktak visszautalni. Ez a Gupta birodalom egy olyan indiai nagyhatalom volt a mai szubkontinens területén, ami valahol a európai ókor és középkor határán uh -huh. existált, és igazából egy olyan történelmi állapotot idealizál az hindu nacionalista gondolkodása, már nagyon régen nem létezik, és persze, hogy nem rekonstruálható. Ugye hogy kell ezt elképzelni gyakorlatilag például a történelem szemlélet átalakulása? mi a fontos, mi az értékes az indiai történelemben, és mi kevésbé. Tehát például a muszlimok, a muszlim vallású uralkodók, vagy a muszlim vallású emberek hozzáadott értéke az indiai történelemhez és kulturális mm. fejlődéshez, hol helyezkedik el. Ugye a hindu nacionalista szervezetek, alapítványok, amelyek bizonyos oktatási intézményeket ellenőrzésük alá kezdtek vonni Indiába, elkezdték szépen átalakítani a tananyagot, és elkezdték például leértékelni ezeknek a vívmányoknak a jelentőségét az indiai történelem és az indiai élet alakításában. Hogy a gyarmatosítás, Öröksége hogy néz ki? hogy ez egy hallatlanul nagy történelmi sérelem és megaláztatás az indiai emberek gondolkodás módjában, De mi az, amit érdemes a gyarmatosítás emlékeiből megőriznünk, víványaiból megőriznünk, mi az, amit nem? Ugye a muszlimoknak a társadalmi szerepe, ugye amikor nagy civilizációs ellentétekről beszélünk Indián belül, akkor elsősorban hindu-muszlim ellentétről kell beszélnünk. Mm. a muszlimok az indiai társadalomnak nagyjából 15%-át alkotják ma már. Mm -hmm. Ez a függetlené válláskor 1947-ben még csak olyan 10% körül volt. Tehát a muszlimok részaránya növekszik. Hát ugye alapvetően az indiaiak még mi mindig nagy családban élnek, de a muszlimok egy kicsit nagyobb családban általában, mint a hinduk, és szépen fokozatosan a népesség növekedésen belül a muszlimok részaránya egyre nagyobb és nagyobb. És ilyen vonatkozásban például India elmuszlimosodásának a kérdése is felvetődött, és hogy hogyan lehet, hogyan lehet ezt gátolni. Ugye például a muszlim vallásúak bizonyos intézményekben való háttérbe szorítása, megfigyelhető. Megfigyelhető a hindu nacionalista politikusok részéről, a miniszterelnök részéről, is, például a hindu anyák arra bíztatása, hogy szüljenek annyi gyermeket, mint amennyit a még többet szülők, ugye ezt nem mindig mondják ki ennyire egyértelműen, de mindig a muszlimokat értik alatta. Megfigyelhető hmm. például a muszlim többségű Kasmír jogainak a elvételében, 2019-ben adott esetben egy elhindusítási programnak az előkészítése. Tehát rengeteg olyan aspektus van, amelyen belül ez a bizonyos hindu nacionalista politika megpróbálja megváltoztatni az indiai társadalmi valóságot, szépen fokozatosan általában, de az indiai ember által érzékelhetően. És mondjuk úgy, hogy a baloldali gondolkodásúak, bizonyos kisebbségi csoportok képviselői, a muszlimok képviselői számára kifejezetten sérelmesen. Tehát ilyen vonatkozásban van egy komoly társadalmi vita és egy belső társadalmi konfliktus is, amelynek nagyon radikális megnyilvánulásai voltak még a koronavírus járvány megelőzően, aztán a COVID nyomán született különböző intézkedések ezeket ellehetetlenítették, visszaszorították. De hát, de hát, érzékelhető ez az indiai mindennapokban. Tehát ahogy önutat rá, nagyon sok létszférán belül, kisebb-nagyobb lépéseken keresztül megfigyelhető a hindu voltnak az előretörése. Szimbolikus ügyeket vegyünk példának, hogy ajódjai mecset lerombolása és helyette ráma templom építése. Ugye egy nagyon fontos presztízs beruházása volt az indiai kormányzatnak. Egyúttal ugye azzal is támadta az ellenzékét, hogy a ráma nem látogatták meg az ellenzéki politikusok, nem, 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 nyilvánítottak olyan tiszteletet iránta, hogy azt hindú embertől elvárható lenne. A baloldal megközölte, hogy hát először is itt elpusztítottak egy mecsetet, ami része volt India történelmi örökségének, másrészt pedig alapvetően egy olyan presztízs van szó, amely, amely s, s e, sérti bizonyos e, kisebbségi csoportok, indiaiként identifikálható kisebbségi csoportoknak a érzésvilágát, és ez ez az ő értékrendjükkel nem fér össze. Miért hangsúlyoztam az indiaiként identifikálatot? Mert ugyan a megkülönböztetésnek különböző módjai lehetségesek, de azért azok az emberek, akikről beszélünk, döntő részben indiainak tartják magukat. Az indiai muszlimok is indiai identitással is rendelkeznek. Hm. Meg hát azért a vallási identitásuk, illetve regionális identitásuk is adott esetben lehet erős, hiszen Indiában ezek a regionális nyelvi identitások is léteznek. Tehát ilyen vonatkozásban nem úgy kell elképzelnünk ezt a vitát, mint az államalkotó nemzet és az idegen nemzetek vitáját, hanem egy olyan hallatlan, sokszínű társadalom belső vitáját, ahol azért alapvetően az Indiához tartozást az emberek nagy többsége elfogadja, még azok is, akiket egyébként a vallási alapon megkülönböztetett többség valahogy idegenként, vagy, vagy a nemzetfogalmon kívül a helyezkedőként gondol. Azért ebben a kihívásban, amit ön mondott, azért az egy rendkívül komoly feladat lehet, hogy megtalálni mondjuk annak a 10 millió potenciális munkavállalónak, vagy, vagy ennél jó nagyobb szám volt, amit elhangzott. Tehát igazából csak arra utalni a kérdésemmel, hogy hogyha hogyha Indiát ilyen értelemben megpróbáljuk most úgy tekinteni, mint egyfajta gazdasági potenciális partnert, pro és kontra, tehát akár beszállítóként, exportőrként, akár oda befektetési irányvonalakat próbálunk mutatni, akkor India ebből a szempontból az elmúlt időszakban mutat-e egyfajta kitörést, változást? Én ebben váltanék most erről az ideológiai kérdéskörről. Én a gazdaságot az indiai gazdaságot annyira mérehatóan nem kutattam, de azt látom én is, hogy az indiai cégek, azok elkeztek nagyobb mértékben befektetni külföldön például, tehát indiaire nagyobb mértékben kezd külföldi befektetőként is megjelenni ott, azokban a térségben is, ahol korábban nem volt jelen. Ugye hagyományosan ugye a Dél-Ázsia egyes államai, Dél-Kelet-Ázsia egyes Ezek... államai, az öböl térség, azok hmm. a területek, ahol az indiai gazdasági szereplők erőteljesebben vannak jelen, de például már Európában is az elmúlt 10-15 évben több jelentősebb indiai beruházásról is hallottunk. Sőt, ha jól emlékszem, hogy Magyarországon is volt egy olyan év, amikor talán a legnagyobb működő beruházás indiai Igen. eredetű hmm. volt, hogyha jól rémlik. Tehát ilyen vonatkozásban jól lehet, nem éri el a kínai külföldi befektetések szintjét, de azért India is kezd egy, egy befektetőként megjelenni a világban. Ugye, ami a munkanélküliség problémáját jelenti, az illeti az igazából a demográfiai dinamikából fakad. Uh -huh. Ugye ez a 10 millió új munkavállaló körülbelül, aki belép a munkaerőpiacra, még ráadásul nem mindenki, aki beléphet, mert a nők egy jelentős része például nem lép be. Ezek zömmel nagyobbik részben fiatal férfiak. Ugye ők, ők nagyon gyakran olyan munkavállalók, akik nem, nem tudnak a végzettségüknek megfelelő munkákat találni, tehát adott esetben külföldi munkavállalásban gondolkodhatnak, hát ott is főként az alacsonyabb besorolású munkák jutnak azért sajnos nekik, de valamivel magasabb bérér, mint amit Indiába el tudnak érni. Ugye ami az indiai gazdaságnak a válaszát jelentette volna erre a kérdésre, az az erőteljes iparosítási program volt. Uh -huh. Tehát Indiában Narendra Modi 2014-es hatalomra kerülésekor megkérdetett egy iparosítási programot, euh, még India programként euh, nevezték meg annak idején, ami leginkább arról szólt, hogy mindent, amit csak lehet, azt gyártsunk ide haza. És ha valaki nekünk valamit szeretne eladni, azt is próbáljuk meggyőzni, hogy itt Indiában, indiai munkaerővel, indiai indiai tudást bővítve kezdje el ezt a valamit legyártani. Ugye. Hadiparban ennek vannak, ha az én kutat, egyik kutatási területemen vannak ennek hallatlanul fontos megnyilvánulás, ugye például a tenger alatt járókat építenek indiai hajógyárakban, amelyek hát külföldi tervek alapján, de indiai munkaerővel valósulnak meg. És az én más, a gazdaság, az ipar más területein is ugye igyekezett egy összeszerelő centrumot létrehozni Indiából. Hát ennek vannak részleges sikerei, összességében véve azt mondják a gazdasággal foglalkozó kollégák, hogy azért ez jelentősen elmarad a várakozásoktól, tehát nagyon nagy áttörés nem sikerült elérni, de vannak részleges sikerek, és kétségtelen teremtődtek olyan ipari munkahelyek, olyan ipari szegmensekben, amelyek, amelyek korábban kevésbé voltak jellemzőek Indiára, és hát kialakultak olyan potenciálok, amelyekkel az indiai gazdaság a későbbiekben fog tudni talán kicsit jobban gazdálkodni, a járműgyártásban, hajóépítésben, modern fejlett elektronikai rendszerek tervezésében, előállításában. Ugye ez nem mellesleg a leendő ipari nagyhatalom képességrendszeréhez is nagy mértékben hozzá kell, hogy járuljon. Ugye a nyersanyag említett már pár szó, de egy ilyen rövid gazdasági jellemzéssel találkoztam, ahol próbáltak arra rámutatni, hogy mondjuk Indiának mekkora előnyt jelentett az orosz-ukrán konfliktusból fakadó szankcióknak a átrendeződése, tehát hogy lecsaptak az olcsó borosz és földgázra, és hogy ez, ez maga, ez a gap, ez a különbség, amennyire előtte vették, és amennyire az oroszoktól tudták venni, ez egyfajta gazdasági előnyt jelentett Indiának. Most nyilván ilyen gap helyzetek kikérdés, hogy mikor jelentkeznek és le tud-e csapni éppen India, de azt mindenképpen csugalta a cikk ezen keresztül, hogy azért óriási erőforrás igénye van ilyen, mondhatni, hogy energiahordozók tekintetében. Ez mutatja-e azt egyébként az ön meglátása szerint, hogy India ki akar azért törni, tehát egy ilyen, egy ilyen az export képességen túl egy ilyen belső gazdasági fellendülést is. Illetve nekem még egy aspektusra van, ami eszembe jutott, és lehet, hogy ez innen néz, a megint apróságnak tűnik, ez a sri lankai tenger alatti hegyeknek a kiaknázásának a kérdése. Ez is egyfajta erő, demonstratív, előretörési mutatót akar számomra jelenteni, hogy vannak olyan nyersanyagok, amire igény tart, és inkább vitatkozik egy ez egész világot áthálozó hatósággal azért, hogy az az ő területéhez tartozik-e vagy sem. Igen, ilyet rengeteg más ország is csinál. Az Vége, végeredményben én azt az, mondom... Nem is kell messze menni a Így térségbe. Van. Persze. Persze, tehát végeredményben én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent érintettünk, és vannak rövid távú jelenségek, hosszú távú jelenségek. Tehát az orosz-ukrán háborúból fakadó veszerzési előny, ez kétségkívül létezik. Földgáz esetében nem, földgáz nem nagyon, cseppfolyos, a földgáz kevésbé hoznak Oroszországból, inkább az öböltérségből, uh -huh, illetve Afrikából uh -huh. hoznak. De például a kőolaj esetében, illetve a kőszén esetében ez megfigyelhető volt, jelentős beszerzési értékcsökkenés. De hosszú távon India azért nem ezzel a forgatókönyvvel számolt. Tehát, mint mondottam, a kőszén felhasználást csökkenteni akarja, a kőolaj felhasználást hagyományosan az öböl térségből és ezek a beszerzési források hosszú távon is rendelkezésre állnak, most kényelmes helyzetben van, tehát versenyeztetetik a forrásokat. Igen. Orosz, Orosz forrás, szaudi forrás, iraki forrás, adott esetben iráni Mondhatjuk forrás. Mondhatjuk azt, hogy bolond lenne nem megtenni. Így van, természetes. Hát ezt elmondta az indiai külügyminiszter, amikor ezt a fejére olvasták, hogy nekem az a kötelességem, hogy a saját népemnek a legjobb üzletet hozzam. Pont. Uh -huh. És ebben, ebben nem nagyon lehetett vele vitatkozni, mert neki ez a kötelessége valóban. Igen. Tehát ilyen vonatkozásban én azt gondolom, hogy hosszabb távon ellenben India fokozatosan a diversifikációt fogja megőrizni, nem fog teljes mértében az orosz beszerzési forrásokra támaszkodni egyrészt. Másrészt pedig Indiában is tapasztalatok azok a tendenciák, hogy a felségvizeken belül a kontinentális talapzaton belül kutassunk a potenciális nyersanyagforrások után, és valóban ugye ezekben az utóbbi években elkezdtek nagyon komolyan investálni, hogy ezeket a forrásokat megleljék, és valamilyen módon a kitettségüket csökkentsék. Ugye a baj az, hogy az indiai gazdaság hallatlanul gyorsan fejlődik, ugye a 7% körüli gazdasági növekedést újra sikerül elérni fokozatosan előrelátható módon, és hát ugyanakkor az energetikai struktúra, az energia mix az viszont a korszerűtlen. nagyon kicsi például a nukleáris energia részaránya, nagyon nagy a kőszén felhasználás aránya, ugye még európai összevetésben, és ilyen tekintetben nem nagyon kapcsolat. Tehát van egy nagyon komoly korszerűsítési igény is, amely ugyanakkor eredményeiben nem nagyon, nem nagyon tart lépést a szükségletekkel. Tehát Kína után Indiában építi például épít a legtöbb atomreaktort jelenleg a világon. Tehát az indiai nukleáris energia részarányát azért ez belátható időben olyan nagyon radikális mértékben úgy tűnik, hogy nem fogja uh -huh. megemelni. Uh -huh. Tehát az indiai gazdasági struktúrából származnak ilyen típusú kihívások, amely ugyanakkor India számára az elmúlt időszakban talán kevésbé tűnt olyan stratégiai problémának, mint mondjuk akár európai államok számára, hiszen hallatom nagy volt a választék. Tehát India számára lévén a tengeri kapcsolódási lehetőségeinek a jelentős nyersanyag források, viszonylagos földrajzi közelségének, hogy a beszerzésnek nagyon sok forrással rendelkezés, hogy nem csak az öböltésről, például Ausztráliából, Indonéziából is akár. Uh -huh. Tehát ilyen tekintetben az indiaiak úgy látták, hogy mindig lesz valaki, akitől mi tudunk vásárolni, és mindig lesz belá belátható távasan, kartávolságon kar belül. Tehát a játéktér az, ahogy én látom, nekik viszonylag nagy. A politikai korlátokat is kevésbé akarják a fejükre olvasni. Tehát az Egyesült Államok magasabb rendű stratégiai céljaitól vezérelve végeredményben lenyelte azt, hogy India kereskedik Oroszországgal. Hmm. És nem nem, nem nem alkalmazza azokat a szankciókat Oroszországgal szemben, amit, amit a nyugati világállamai. Mit ez Amerika egyébként? Az amerikaiak India politikáját elsősorban a kínai tényező határozza meg. Hmm. Tehát az amerikaiak nagyon jól tudták azt, amikor a 2000-es évek elején elkezdték kiépíteni a különleges viszonyukat Indiával, hogy Indiát nagyon komoly érdekek fűzik Oroszországhoz, és komoly érdekek fűzik például Irához. És az indiai különleges pozíciót nem minden amerikai politikus nézte jó szemmel, hogy voltak a kongresszusban, például Tom Lantos volt az egyik, aki nagyon komolyan berzenkedett az akkori amerikai neokonzervatív kormánynak az engedékenysége fölött Indiával szemben, de hosszú távon az amerikaiak úgy okoskodtak, hogy India az az állam, amelynek saját hatalmi építkezése óhatatlanul összetűzésbe kerül egy idő után Kínával, ellenérdekelt lesz a kínai hatalom növelésében, és végeredményben olyan potenciál birtokában van, amely az egyetlen államát teszi Ázsián belül, aki ellensúlyozni tudja bizonyos területeken legalább Kínát. Tehát Indiát érdemes megnyerni és érdemes behelyezni a pakliba, mert egy olyan szereplő, aki, aki hozzánk hasonlóan ellen érdekelt a kínai hatalom további növekedésében, és adott esetben felhasználható a vele való együttműködés Kína akár még Ázsián belül. És én azt látom, hogy az amerikaiak ezt a stratégiai érdeket, ugye mostanában különösen, amikor a kínai kihívás egyre erősebb, és ők is egyre inkább érzik, ezt a stratégiai érdeket jobban szem előtt tartják, mint az orosz tényezőt. Ők azt gondolják, hogy Oroszország viszonylagos gazdasági és technológiai térvesztése előbb vagy utóbb úgy is leértékeli a moszkvai relációt India szemében és fölértékeli az amerikait. És hát lássunk csodát, hogy milyen megállapodások születnek, például a repülőgép hajtóműveket fognak indiaiak és amerikaiak közösen gyártani Indiába. Ugye korábban ilyen típusú együttműködés Oroszországgal volt. Vagy Bizonyos a szárazföldi páncélozott járművek gyártása, indiai gyártása merült fel amerikai részről. Ugye tudni kell, kedves hallgatóknak érdemes, hogy az indiai haditechnika jelentős része vagy hazai gyártás, vagy oroszokkal való közös, vagy orosz egyhori szovjet eredetű, uh -huh. vagy az oroszokkal való közös gyártásnak az eredménye. Tehát az amerikaiak szépen lépésről lépésre, talán elkezdik kiszorítani például az orosz együttműködő partnereket a technikai együttműködésből. mit látunk diplomáciai téren? Ugye azt látjuk, hogy a Quad, ugye a négy oldalú biztonsági párbeszéd, aminek India is tagja, India mellett Japán, Ausztrália és Egyesült Államok, egyre több olyan közös vállalkozásba kezd, ami mondjuk a védelmi együttműködésüknek a szorosabbra vonását teszi lehetővé. Például a hagyományos amerikai-indiai tengeri hadgyakorlat, a malabár tengeri hadgyakorlat már a Kvad tengeri hadgyakorlatává vált. Tehát hmm. itt a flották, a négy flotta egységei közösen gyakorolnak bizonyos eljárásokat, bizonyos műveleteket, és megosztják egymással a tapasztalatokat. Természetesen a pad esetében is érvényes az, amit korábban mondtam, hogy India nem támogatja, hogy egy védelmi szövetség fejlődjön, de fokozatosan lépésről lépésre vannak olyan közös vállalkozások, amik arra utalnak, hogy szorosabbra vonható ez a típusú együttműködés, japán indiai védelmi együttműködés szorosabbá vált, Ausztrál indiai védelmi együttműködés szorosabbá vált. Tehát látható egy ilyen geopolitikai értelmű átrendeződés, ami az Egyesült Államok és India együttműködésének fokozatosabb, szorosabbra vonását eredményezi, és ennek a kína ellenes éle, ez teljesen egyértelmű a kína ellenes dimenziója. És ilyen vonatkozásban az amerikaiakat, ha úgy tetszik, kicsit igazolta az idő, vagy legalábbis eddig úgy látszik. És ebben a közegben, ebben a helyzetben nekik nem éri meg olyan különösebben az orosz-indiai relációk miatt megrontani ezt a kapcsolatot, és rombolni a perspektíváit. Mert egyszerűen Oroszország nem olyan fontos kérdés Kína mellett. Ezt azért egyértelműen látnunk kell. Tehát itt Európában Oroszország a legfontosabb kérdés, ugye a nagyhatalmak mondjuk így expanzionista politikáját illetően, de ott Ázsiában és különösen abban a csendes óceáni térségben, ami az Egyesült Államok számára elsődlegességet élvez, ott Oroszország igazából nem komoly tényező. És azt is látják az Amerikák, amit az indiaiak is látnak, bár ők nagyon nem örülnek neki, hogy ez az Oroszország szépen fokozatosan egyre függőbbé válhat Kínától, és egyre inkább kidomborodhat a másodlagos hatalmi szerepe a kínai-orosz együttműködésen belül. És ebben a tekintetben hát Kína, Kína India számára is a nagyobb probléma forrása. Tetszik. Ha már a a beszélgetésünk elejét egy hozzánk eljutható hírrel kezdtem, akkor a befejezést is engedje meg, hogy ezzel zárjam le, hisz azért régővi sajátossága is Indiának, és hozzánk az a hír jut el, hogy már május hónapban ilyen 40-50 fok, fok körüli hőmérséklet volt nappal és éjszaka is. 33 ez a Ilyen klímaadaptációs, klímakihívások tekintetében India ezt hogy tudja kezelni, vagy egyáltalán kezelje? Elindít-e egyébként olyan folyamatokat, amiket akár a, 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 a közel-keleti vagy az afrikai térségnél elemezni szoktunk ilyen szempontból? Ugye a helyzet indiai szempontból rendkívül problémás. Ugye indiaiak mindig elmondják, hogy a északi Térség, ugye az északi államok, és főleg a nyugati világ, a fejlett ipari államok ö, felelősek a üvegházhatást okozó ö, változások, szennyezés jelentős részért. Ugye a végeredmény a klímaváltozás az ő tevékenységnek köszönhetően még az ipari forradalomtól kezdődően indult el, és mégis a kártékony hatás döntő része az a jóval fejletlenebb déli államokba csapódik le. Tehát India ezt az egész klímaproblémát egy olyan globális problémaként látja, amelynek az ő gazdasága szempontjából nagyon nagy tétje van. Tehát érzékeli a nyugati nyomást például, hogy bizonyos ipari tevékenységeket fogjon vissza, amely az üvegház hatást fokozzák, de hát ugyanakkor az india fejlődésének egy részét uh -huh. feláldozná. Erők nem hajlandók, mondvá, hogy miért jár kevesebb egy indiai embernek, mint mondjuk egy, mint mondjuk egy skandinávnak. Tehát ne vicceljünk, nekik nagyon komoly fejlődési szükségleteik vannak, hát ez sajnos ezzel jár, szíveskedjen a nyugat többet beáldozni ebből, és ebben India szövetséges el az úgynevezett globális délállamaiban, abban az államcsoportban, amelyben India hangadó szerepet játszik ma diplomáciai értelemben, tehát ők ezt egy olyan globális problémaként fogják fel, amire a válasz is egy koalíciós jellegű, hogyha úgy tetszik. Az indiai társadalom belül pedig igen látszanak ennek a nagyon-nagyon kártékony jelei, Ugye India az egyik legjobban sújtott térség, Dél-Ázsia, de mondjuk így, az egyik legjobban sújtott térség Igen. manapság a Földön ettől a problémától. Hát természetesen ma már Indiában is az a helyzet, hogy városban például nem építenek úgy új lakásokat, hogy vezetékes gázvételezési lehetőség ne lenne. Tehát például a gázüzemű, fűtést, főzést létes, részesítik előnyben, klímaberendezések robbanásszerűen terjednek arra, és a klimatizáció, tehát amit más ki tud találni, azt ők is igyekeznek, de hát azt látni kell, hogy, hogy az indiai gazdaság az elképesztő fejlesztési igényekkel rendelkezik, és mondjuk ugye a regionális szinten az emberek életmódja gazdálkodása sem teszi lehetővé például a nagyobb kímélését a természeti erőforrásoknak, például a vízkivétel csökkentését. Hát India ö, városai irgalmatlan mértékben növekednek népességüket, illetve Olyan. Hát a vízkivétel nagyon nagy mértékben nő. Hatalmas viták vannak ugye a szomszédos államokkal a, a Himalájából eredő felszíni vízfolyások hozamának kihasználásáról, hogy Banglades Pakisztán, ennek Nepál, ennek további szereplője. Hosszú távon ugye ez is egy olyan vita pont, amely megronthatja India és a szomszédai kapcsolatát. Egyúttal különleges ütőkártya Kína kezében, és ne felejtjük el, hogy a felszíni vissza az észak Dél-ázsia északi résznek felszíni vízfolyásai döntő részben, aki ma a Kínához tartozó tibet területéről ö, erednek. Tehát de ez egy olyan regionális dimenziókkal is rendelkező probléma, amit India egymagában nem tud kezelni, és mint ilyen, hát ugye folyamatosan napirendre kerülnek egyéb, egyéb tényezők is, például az államok közötti sérelmek. Ugye Pakisztán és India közötti sérelem, Kína és India közötti sérelmek, amelyek szintén rombolják a megállapodásnak a lehetőségét. Ugye, zömmel, fával tüzelnek a főzéshez, például a vidéki Indiában. Ez szintén ugye a környezetrombolással jár együtt, óhatatlan, ugye India természetes erdőborításának döntő részét már elpusztították, ugye ennek is volt egy helyi klimatikus szabályozó szerepe, ökológiai értelemben, ugye ez szintén nem lehet pótolni, erre egyrészt a megmaradt faállomány használatára szüksége van az indiai társadalomnak, másrészt az egykori erdők helyén napjainkra mezőgazdasági területek, városok, ipari területek létesültek, amelyek, amelyeket a jövőbeli indiai társadalom nem tud nélkülözni. Tehát ez a rekonstrukciós vita is rendszeresen fölmer, ugye hasonlóan Dél-Kelet-Ázsiához vagy Latin-Amerikához, hogy lehet-e az eső területeket valamilyen módon visszaállítani, de hát egy ilyen hallatlanul nagy népességű és hallatlanul sok Helyi gazdálkodási problémával küzdködő országban ez egy teljesen lehetetlen dolognak tűnik. Tehát inkább a meglévő erdőterületek és a meglévő természetes vidékeknek a konzerválása, a védelme az, ami előtérbe kerülhet, de hát, mint mondottam, India esetében ez már nagyon bicérészalányt képez. Tehát egy nagyon összetett probléma, amiből az indiai ember leginkább, leginkább ezeket a nehézségeket érzékeli. A klímasemlegességnek a kérdése Indiában a bizonytalan jövőben van száműző, hogy valamikor 2070 környékén akarják a klímasemlegességet elérni. Hát Rádai Mihálynak volt talán az a műsor, hogy unokáink se fogják látni. Ez körülbelül a klímasemleges India is ilyen, hogy unokáink se fogják látni a saját indiai tervek szerint nem. sem. Tehát ilyen tekintetben nagyon sokat a tennivaló, és nem vagyok túlságosan optimista a jövőt illetően. Háda Béla Nemzeti Közszolgált Egyetem, Gyó Intézet kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is benyt. köszönöm szépen.